Sziasztok! Itt állok egy nagyon furcsa sorompónál, Rikári vloggal, Röpke vloggal jelentkezem, és nem érzéki csalódás, nem is voltak berúgva a vasutasok, nem is nézték el a tervrajzot, nem is műszakvége volt, mint ahogy az erről a sorompóról készült Facebook bejegyzésben szerepelt, a jó van az úgy, vagy nem tudom, valami ilyesmi Facebook csoportban. Ez teljesen üzemszerűen és teljesen tervszerűen működik ilyen furcsán ez a sorompó, hogy gyakorlatilag itt a semmit zárja le a vonat közlekedés elől. Ennek az az oka, hogy ez egy tesztüzem, ez egy látszólag ugyanolyan sorompó, csapórúd hajtómű berendezés, mint amilyeneket máshol látunk. Nyilván, aki ért hozzá szakértő szemmel, biztos meg lehet állapítani, hogy más, és bizony más. Ez egy új típus, ami még hatósági engedélyekkel sem rendelkezik, és így tudják egy nagyforgalmú vasútvonalon, éles üzemben tesztelni. Hát ez az értelme ennek a sorompónak, úgyhogy senki sem hülye, se ti nem néztetek félre semmit, se a mérnökök, se pedig a kivitelezők. Ez egy próba üzem. Altró PHB vagy PBH21-es, ezt írták a hozzáértők kommentben az adott Facebook bejegyzéshez. Egyébként Rákospalota és Káposztásmegyer között vagyunk a 70-es vonalon. Ez egy olyan vasúti átjáró, ami gyakorlatilag már sehova nem vezet, tehát az átjáró után el van zárva az út. Régen itt ilyen vasúti őrházak, szolgálati lakások voltak, amiket azóta már lebontottak, és hát talán, hogyha megépült volna a Káposztásmegyeri metró, akkor ugye a metró járműtelep is ezen az útvonalon többek között megközelíthető lett volna, de már ez gyakorlatilag teljesen funkcióját vesztette. Néhány kutyasétáltató, illetve kerékpáros használja az átjárót. Hát ilyen ez az érdekes kis sorompó berendezés, most ismét lezárt, lehet, hogy a másik irányba a személy blokkján jönni fog valamilyen tehervonat, vagy a tesztüzem kedvéért, az van ugye kiírva, itt láthatjátok a vágóképen, hogy távfelügyelt tesztüzem, lehet, hogy a tesztüzem kedvéért zárták le. Ezt most így ebben a pillanatban nem tudom megmondani, de másodperceken belül ki fog derülni, hogy jön-e megint a vonat. Na hát köszönöm, hogy ezt a kis kurta videót megnéztétek, tartsatok velem máskor is, kommentbe ide írjátok le, hogyha szeretnétek még sorompókról videókat, és akkor alkalomattán elképzelhető, hogyha idő engedi, akkor más érdekes sorompókról is készítek nektek felvételeket. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok, csüssz!